TB által támogatott beavatkozás. 2000 óta február 4-e a rákellenes világnap. Maga a világnap egy figyelemfelkeltő kezdeményezés a daganatos betegségek megelőzésére, a kor leküzdésének lehetőségeire, az összefogásra, a betegek testi-lelki támogatására. Jászberényben is fontosnak tartják felhívni ezekre a figyelmet. Február 2-án délután a Városi Könyvtár 3. emeletén tartottak előadást a rákellenes világnap alkalmából. Tudni kell, hogy 2020-ban az Európai Unió területén belül évente 3 millió új daganatos beteg kerül diagnosztizálásra, illetve ebből sajnos 1,2 millióan meg is halnak. Természetesen az üzenet az nem csak az, hogy sajnos ez egy nagyon komoly betegség, hanem az, hogy egyre javulnak a gyógyulási esélyek. Én azt gondolom, hogy nekünk városi kórházként a legfontosabb dolgunk részben a megelőzés, a prevenció, ebben nagyon fontos szerepe jut az EFI irodának, a védőnőknek, gyakorlatilag a háziorvosi szolgálatoknak, iskolaorvosi szolgálatoknak, és természetesen a diagnosztikával. Én azt gondolom, ott, ahol CT, meg egyéb diagnosztikus lehetőségek, laborhálózat van, minél inkább arra kell törekedjünk, hogy gyakorlatilag ezeket a betegségeket felismerjük, és ugye átadjuk azoknak a centrumoknak, a komplex kezelést tudnak végezni. A kórház főigazgatója úgy tartja, hogy nekik nem csak a jó módszereknek, a bevált dolgoknak a bemutatása, oktatása a szerepük, hanem igyekeznek új, innovatív módokat is bevetni. Amivel egy picit előrébb szeretnénk menni, tehát mint egy kiemelt EFI iroda, gyakorlatilag túlnőve a városi kereteket, igazából a járság egész területét megszólítva tudjunk egy olyan előrelépést biztosítani, amivel részben az új felfedezések, az időben történő, minél hamarabb felfedezések száma megnövekszik, illetve a kezelésben is tudunk nyújtani segítséget, hogy minél hamarabb visszatudjanak ezek a betegek visszatérni a normális életbe. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek után a daganatos megbetegedések jelentik a második vezető halálokot. Az aktív korú női lakosság daganatos elhalálozásában az emlő, a tüdő és a vastagbél daganat, férfiaknál a tüdő, vastagbél daganat, illetve a prostatarák áll, mint vezető halálok. Sajnos Jász-Nagykun-Szolnok megyében az országos átlag felett van a daganat elhalálozások száma. Éppen ezért szerettük volna ezzel a rendezvényre felhívni a figyelmet a szűrések fontosságára. Fontosnak tartják, hogy a lelkiekben is segítséget tudjanak nyújtani. Figyelemfelkeltő kezdeményezés a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda által alapított jársági daganatos betegek klubja. A havi rendszerességgel működő támogató klub az érintetteknek, hozzátartozóiknak, gyógyult betegeknek, illetve az egészségeseknek jött létre. Szeretnénk támogatást nyújtani a lelki-érzelmi állapot stabilizálásában, információk átadásában, illetve az egészség megőrzés tudatosítására szeretnénk felhívni a figyelmet. Minden hónap első csütörtökén 13 órától a Könyvtár 3. emeletén tartott foglalkozáson előadásokat, csoportos fejlesztő, alkotóórákat tartanak, de egyéni beszélgetésekre is van lehetőség. Február 2-án a rákellenes világnap alkalmából tartott előadás után közös sétát tettek a jelenlévők.